Nagyon kellemes szép estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Önöket. Hát járványhelyzettel kezdünk természetesen mi mással. Szerdán Orbán Viktor a Facebook oldalán bejelentette, hogy amennyiben 3,5 millió embert beoltanak, akkor jöhet a további nyitás, nyithatnak a teraszok. Viszont április 19-én csak az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatai nyithatnak, a felső tagozat, illetve a középiskolák majd csak május 10-én, addig ott tovább folytatódik a digitális oktatás, és akkor mutatom a mai csapatot. Itt van Konok Péter, történész. Jó estét kívánok! Puzsé Robert, publicista. Jó estét kívánok! És újra a körünkben, két hét után Ceglédi Zoltán. Jó estét! Egy pár mondatban meséld el, hogy mi volt veled az elmúlt két hétben. Figyelj, az volt velem az elmúlt két hétben, ami több százezer magyarral. Egyébként elkaptam a koronavírust, pár napig rosszul voltam, aztán kevésbé voltam rosszul, és mostanra meggyógyultam. Tehát, hogy... Mennyire volt súlyos az eset? Figyelj, az a helyzet, egyébként tök pekes vagyok, mert most szombaton oltottak volna. Tehát egy évig kibírtam, és ezen a két héten múlt, tehát becsúszó szerelés, ami megjött. Figyelj, ez egy súlyos vírus, ami az idősekre, meg a bármilyen szempontból legyengült szervezetű emberekre halálos. Tehát, hogy volt 3-4 nap az elején, amiben azt gondolom, hogy bele szoktak halni azok, akik idősebbek, azok, akik betegebbek. Én egy egészséges felnőtt férfi vagyok, és az történt velem, ami több százezer magyarral megtörtént. Elkaptam, meggyógyultam. Pontosan néztem meg, több mint 435 ezer magyar, az hivatalosan meggyógyult már a koronavírusból. Na de örülök, hogy akkor itt vagy velünk. Igen. Újra. Itt van Móna Gábor is, a második Reformkor alapítvány alapítója, és te is eltestél tényleg a víruson, de neked, ha jól tudom, még a szaglásod nem jött vissza. Igen, én annak a novemberi mutánsnak vagyok az áldozata, amit még nem azonosítottak szerintem, mert hogy egyre több olyan beszámolót hallok, meg az ismerősi körömből beszélek olyanokkal, akik szintén ebben az időszakban estek át rajta, nagyjából hasonló tünetekkel, mint az Oli. Tehát nekem is ilyen 3 napig volt nehezebb. Viszont a szaglásom azóta sem jött vissza teljesen. Tehát én nagyon közelről a szegfűszeget vagy a fahéjat meg tudom különböztetni egymástól, de mondjuk a hagymaaprításnál nem okoz semmilyen problémát az, hogy a hagymától szoktunk könnyezni vagy sírni. Kezdjük a nyitással, meg ezekkel a bejelentésekkel, amiket Orbán Viktor mondott. Furcsa kompromisszumos megoldás született, hogy az alsó tagozatosok mehetnek, a felső tagozatosok nem mehetnek, és erre például a szakszervezet, az egyik szakszervezet azt mondta, hogy oké, de pont az alsó tagozat az, ahol a legkevésbé lehet betartani a távolságot, a maszkviselést és az egyéb intézkedéseket. Szóval a kérdés csak az, hogy mit látok, hogy mennyire felelősek ezek az intézkedések, logikusak-e, mi a véleményetek erről? Robi? Hát... Én itt két fake news gyárat látok. Nagyjából olyan a kommunikáció a védekezésről, meg az oltásról, mint ha a Foxot meg a CNN-t néznéd, hogy két teljesen egymástól teljesen idegen univerzumból tudósít a kettő. Az ellenzék nem hajlandó beszélni az oltásról, a kormány nem hajlandó beszélni a védekezésről. Illetve a halálozásokról. Meg a halálozásokról. Hanem mind a kettő a saját fake news-át nyomatja. A kormány kizárólag az átoltottságról, meg az oltási versenyről, meg a nyitási versenyről, az ellenzék meg kizárólag az esetszámokról, a halálozásokról, és már nincsen közös tartalma a kommunikációjuknak. Már nincs, valójában megszűnt a diskurzus. És ez egy nagyon súlyos kérdést vet fel. Azt a kérdést, hogy lehet-e demokrácia diskurzus nélkül. Leheted, létezik-e demokrácia közös ügyek nélkül? Ez már nem egy kulturális mínusz. Tehát nem arról van szó, hogy hogyan beszélnek egymással a politikusok. Mert arra azt lehet mondani, hogy hát nagyon-nagyon lealjasodott a politikai kultúra. De még beszélnek egymással, még van diskurzus, még van tárgya a politikának. De amikor megszűnik a tárgya a politikának, és mind a két fake news gyár a saját hazugságát, a saját kommunikációját, vagy a saját maga számára optimalizált valóságot nyomatja a híveinek, és ez a kettő hermetikusan elszigetelődik egymástól, akkor azt lehet mondani, hogy a demokrácia meg a közügyek elvesztették a tárgyukat. Én az Orbán Viktornak a politikáján azt látom, hogy ő a
lelki alkatából fakadóan ezt a meccset sem akarja lehozni 0-0-val. Nem biztonságit játszik, hanem ellentámad, ahogy mindig szokta. Visszaveszi a kezdeményezést, áttematizálja. Védekezésről, ugye az ellenzék a védekezési tematikát és a védekezés kudarcát és csődjét akarja ráverni Orbán Viktorra, ő áttematizálja ezt a diskurzust nyitási versennyé, oltási versennyé és nyitási versennyé. És ő erre tesz fel mindent. Nem azért nyitja ki az országot, vagy nem azért készül, úgy fogalmaz, hogy újraindítani a magyar gazdaságot, meg kinyitni a vendéglátóipari egységeket, mert ő mindenáron Európa-bajnoki meccseket akar teltház előtt nézni. Tehát az ellenzék az rá akarja verni ezt a narratívát Orbán Viktorra, akar belőle hazudni egy nérót. De ez nem igaz, ez nem állja meg a helyét. Orbán Viktor legkevésbé sem egy néró. Orbán Viktor egy tanácselnök. Orbán Viktor, ha valami, akkor, valami nem, akkor nem egy néró. És azt, én úgy látom, hogy ő erre tesz fel mindent. Erre a nyitásra. És hogyha ez bejön neki, ha ez működik neki, akkor ő megfordíthatja ezt a jelenleg defenzívában lévő kommunikációs helyzetet, meg ezt a jelenleg defenzívában lévő védekezési helyzetet, átfordíthatja, és akár megnyerheti a választást egy év múlva. De ha nem jön be neki, és lesz egy negyedik hullám, akkor azzal akár azt is kockáztathatja, hogy kétharmaddal elveszíti a választást jövőre. Ez szerintem az egyébként fontos, amit mondasz a számok relativitásáról, és én továbbra is azt látom, én nem látom, tehát egyrészt megvan ez a két hermetikusan elzárkózó tábor, két hitigasságot látunk tulajdonképpen, és e szerint gondolkodnak el az emberek egyáltalán az egész történetről, éppen ezért rettenetesen veszélyes egyébként valamit konkrétan politikailag állítani ezzel kapcsolatban. Másrészt ugyanakkor azt látom, hogy ez a két látszólag elkülönülő univerzum egymásból olvadva adja ki azt az egészet, amire nem tudok más mondani, mint hogy a totális bizonytalanság, amiben a lakosságot, a választópolgárt egyébként itt most azért mégiscsak ezen van a hangsúly, tartják a számokkal, a számok számolásával, azzal, hogy mindenki mindent másként értelmez, hogy tulajdonképpen nincsenek ilyen búják, amihez ragaszkodva mondjuk kialakíthatod a saját véleményedet, vagy kialakulhatnak a nagy narratíváktól eltérő vélemények, mert ezt minden eszközzel meg kell akadályozni. Ez egy ilyen Covid multiverzum, én nem azt mondom, hogy két univerzum van itt egymással szemben. Valóban ez egy, a Covid perpillanat egy schrödingeri szuperpozícióban van, mint ugye a híres macska. Attól függ, hogy kinyitja ki a dobozt, hogy melyik az a megfigyelő, amelyik a kísérletet befolyásolja, hogy milyen eredményt kapunk ebben a kísérletben. És régen, amikor tényleg volt mondjuk két narratív, az emberek csinálták, és volt egy ilyen skillünk, még az én generációm még emlékszik rá, nálam idősebbek egyértelműen, hogy meghallgatta az ember a Szabad Európát, meg meghallgatta a Kossuth Rádiót, és a kettőből megpróbált összerakni valami valóságot. Ezek is hazudnak, azok is hazudnak, de ebből kijöhet valami. Én most azt látom, hogy ebben a tohuabohuban, ebben a multiverzumban nem tudunk összerakni igazságot a hazugságokból, mert abból is csak egy újabb, ha úgy tetszik, fake news, ha úgy tetszik, egy alternatív realitás jön ki, és mindenkinek éppen a saját alternatív realitása, hogy mondjam, van a legközelebb a szívéhez. Tehát nem tudunk mit kezdeni a szituációval, és ez a bizonytalanságérzés, ez politikailag nagyon kiszámíthatatlan. Én is egyébként azt látom, hogy az Orbán alapozhat arra, mert itt valóban, ha valamit látunk, akkor az, hogy az átoltottság növekedésével azért itt egyértelműen ezt a járványt valahogy vissza lehet szorítani, alapozhat arra, hogy ez bejön. De nagyon-nagyon-nagyon-nagyon penge élen táncol ez az egész történet, hiszen világos, hogy a végén, amikor majd egy ilyen nagy számlálást tartanak, most nem elszámolásról beszélek, hanem valamilyen módon túl leszünk ezen az egészen, így, úgy, amúgy, ha túl leszünk, ugye, és összesítünk és elgondolkodunk rajta, akkor az nagyon erőteljesen visszaüthet, hiszen akkor megint azok lesznek hangsúlyosak, hogy milyen veszteségek voltak ebben a történetben, és itt most nem csak hallottakra gondolok, hanem hát veszteség tulajdonképpen a társadalmunk, veszteség a gazdaságunk, hát veszteség a világképünk. Szerintem két területre kellene bontani az egészet, hogyha úgy értelmezni akarjuk, hogy pontosan mit is próbál a kormány, hogy mi zajlik a vírus kapcsán. Az egyik az a maga a vírusvédelem, ennek a szakmai része, a másik pedig a politikai kommunikáció. És én a vírusvédelem tekintetében pont azt látom, hogy Orbán Viktor 0-0-ra játszik, vagy legalábbis döntetlenre. Hát ott azt látom, pont ez az interjú, amit itt említettünk, abból az derül ki, és ebbe van logika, hogy
Ugye, ahogy nő az oltásoknak, az átoltottságnak a mértéke, úgy próbálok nyitni fokozatosan. Tehát a pénzt vagy életnek erre a nagyon rohadt kérdésére, amit föltett a világnak a Covid, erre megpróbál Orbán Viktor egy kis pénz, egy kis élet. Tehát, hogy így valahogy próbálja elnyújtani ezt az egészet, és bízni abban, hogy a vakcina az majd messiás lesz. Mert ugye most egy messiás várás van, azért azt mondjuk ki, hogy vártunk már többféle messiásra, vártunk a laposgörbe messiásra, vártunk a maszk messiásra, az otthonmaradj messiásra, a nyári meleg messiásra, a BCG messiás, ezek mind álmessiások voltak, és most a vakcina a messiás. És én is bízom benne, hogy ő lesz az. De azért azt óvatosan fölteszem még itt ennél a részénél, hogy mi van, ha nem? Mi van, ha nem? És esetleg az a magyar társadalom, ami már lelkileg el van, elképesztően el van fáradva, és fizikálisan is nyilván, hogy fogja, mi lesz az a mentális hatás, amit ez kiváltat? Szóval én azt látom, hogy igenis van abban a racionalitás, bármennyire is majd le fognak ezért engem Fidesz bérencezni, hogy Orbán Viktor a harmadik hullám tetején óvatosan elkezdett nyitni. Bár úgy elég abszurd módon hangzik, de ez szerintem ez racionális. És a másik része, mert ez az izgalmasabb része szerintem, bár nem a fontosabb, ez ugye a politikai kommunikáció, ott meg azt látom, hogy a halálverseny zajlik továbbra is. Tehát az azért már most kimondható, hogy nagyon sok halott lesz Magyarországon, vagy nemzetközi összehasonlításban magasabb lesz az elhunytak aránya, mint máshol. És itt már most kirajzolódnak a frontvonalak, mindenki a másik nyakába akarja varni ennek az ódiumát. És ugye én két héttel ezelőtt is elmondtam, most is elmondom, vállalom, szerintem nem a kormány a felelős a nagyon magas halálozási statisztikákért, bár biztos, hogy van benne része, és nem is az ellenzék, mint ahogy a kormány állítja, hanem egyszerűen a magyar társadalom fizikai-mentális állapota. A magyar társadalom amúgy is egy lassú öngyilkosságot követel nikotinnal, alkohollal, koleszterinnel, egészségtelen életmóddal, stresszel, gyűlölködéssel, és erre a mezőre lépett fel most a Covid, és végzi el a maga aratását. A halálversenyt említettétek, csak egy rövid választ kérek majd, hogy tudjunk tovább haladni. Van egy friss medián felmérés, ami arról szól, hogy a lakosság mennyire tájékozott az ügyben, hogy hányan haltak meg a Covid-ban, nem tudom, láttátok-e ezt a kutatást, és az jött ki, hogy mindössze az emberek harmada tudja, hogy egyáltalán hányan haltak meg Magyarországon, tehát nagyságrendileg koronavírusban 37% kb. Se tudja. Ez csak arra mennék rá, mert ugye itt beszéltünk arról, hogy hogyan alakul majd a halálkampány, amit ugye ti is így neveztetek, szóval ennek azért lehet jelentősége, mert engem legalábbis megleptek ezek. Ebben azért az is benne van, hogy eltérő narratívák eltérőként értelmezik, hogy van a hivatalos adat, amit szerintem azért egyébként többen tudnak, mint amennyi a medián felmérésben megjelent. Én legalábbis úgy gondolom, hiszen ezt minden reggel szembesülünk vele, nagyon sokan szembesülnek azért vele, és ezt azért még a kormány médiában is olvasható. Kit érdekel egy buborékban élő törzsek esetében, kit érdekelnek a számoknak a valóság? De ez az, hogy a számok nem feltétlenül valóságot jelentenek. Pontosabban az emberek nem gondolják már úgy, hogy a számok feltétlenül a valóságot jelentik, tehát ezen is múlhat a történet, meg azon, hogy igazából tényleg nem ezen van most már a hangsúly. Ez a messiás, ez egyébként nagyon jó, bár én nem azt mondanám, hogy a vakcina a messiás, az átoltottság a messiás, ugyanis vakcinából sok van, és hát náluk már kialakult a messiások harca, olyan, mint a Brian életében. Ezernyi messiás, mindenki a saját messiásában hisz, hiszen a magyar politika per pillanat erről szól, hogy ki mivel oltat. A magyar politikában ugye arról is vita van, hogy melyik messiás az igazi. Hát azért mondom, ez az egyik fő vonal. Ebben az ügyben csak két nagyon rövid megjegyzésem hadd legyen. Az egyik arról szól, hogy ennek a hírnek a tálalása mindaz, ami ellen küzdök teljes erőmből az ellenzéki nyilvánosságban, jelesül, hogy már megint lehülyézik a választót. Már megint az van, hogy itt van ez a hülye bunkó, akinek krumpliért lehet megvenni a szavazatát, azt se tudja, mi van a világban, ezek a bunkók vidéken csak a köztévét nézik, nem is tudnak ezek erről semmit, de majd mi itt a belső kerületekből megüzenjük nekik, hogy mi a valóság, nem tudja, hányan haltak meg. Ez egy öngyilkos baromság az ellenzéki nyilvánosság részéről, mert azok, akiket lehülyéznek, hogyha tényleg az lenne a terv, hogy ezekkel az emberekkel kezdjünk valamit, akkor biztos nem fognak oda szavazni, sőt oda kapcsolni sem. A másik, hogy az az ellenzék, ami azzal akar kampányolni, hogy itt mindenki tudja, hogy tömegek haltak meg, az csalódni fog, hiszen a jelek szerint ez nem egy olyan adat, ami az emberek túlnyomó többségének beégett volna a homloklebenyébe. Ebben a kutatásban van ugyan egy másik fontos aránypár is. Az emberek kétharmada nyitást szeretne. Ez viszont benne van, tehát még az emberek túlnyomó többsége az nem azzal kell és fekszik, hogy éppen hányan haltak meg, mert sajnos
tavaly, meg tavaly előtt, meg 10 éve is, és ennyi kiegészítésem lenne az, amit mondtál, nem csak a, tehát a, nem, nem, szerintem felelős a kormány a halottakért, meg az előző kormány is. Abszolút, 30 persze. év kormánya, hogy olyan a magyar egészségügy, amilyen, és ezért meghalnak az emberek valamiben, amiben nem lenne muszáj meghalniuk, vagy nem olyan korán. De hogy arra szerintem kampányt építeni, hogy az emberek buták, és nem tudják, hány halott van, de majd megmondjuk neki, ez szerintem iszonyú. De miért olyan nagy probléma, hogy az emberek nem tudják, hogy hány halott van? Mert ez az adat, ennek a tudása minden magyar állampolgárnak tudnia kéne, mert ez kell Orbán Viktor leváltásához. Az igaz demokratáknak kell tudni. Igen, igen, ez kell mindenáron Orbán Viktor leváltásához, de én azt gondolom, hogy ez legyen a Horn Gábornak a problémája, hogy nem tudják a magyarok, hogy hányan haltak meg. Szóval ez olyan, mint a kiabálás a sorsjeggyel, hogy húzzanak már ki, húzzanak, nem hallod? De ez a dolog nem így megy. Az ellenzéki politika az elhatározta, hogy Orbán Viktor az esetszámokba meg a halálozásokba fog belebukni, vagy semmibe. És vagy így váltjuk le, vagy sehogy. És ők is mindent feltesznek egy lapra. Erre a lapra, a halálozásokra. Ahogyan Orbán is mindent feltesz egy lapra, ő meg az oltásokra. És én azt hiszem, hogy ez a halálkommunikáció, ha nem lesz már negyedik hullám, akkor ez a halálkommunikáció, ez vissza fog szállni. Jó eséllyel vissza fog égni az ellenzékre. De a kormány is halálkommunikációt folytat. Tehát ilyen értelemben itt mind a két oldal tolja ezt. Hát ugye a kormány részéről az az álláspont, hogy a baloldal vakcinellenes kampányának köszönhető, hogy ilyen sokan haltak meg. Tehát ez ugyanúgy benne van, a kormány majd egy olyan fölméréssel fog előjönni, hogy az emberek nem tudják azt, hogy mennyien gyógyultak meg, hogy Magyarország a világ első közé tartozik az átoltottság tekintetében. Tehát ugyanezt, amit te mondtál az ellenzéki szavazók felé, a kormány oldal is megteszi, hogy hát a buta ellenzéki szavazók, majd mi megmondjuk nekik. Tehát hogy ebbe az egész az a baj, amit a legelején mondtál, Robi, hogy a vita, az már, ugye, mert ugye a vita arról szól, általában össze szoktuk keverni a veszekedéssel. A vita az arról szól, hogy van valami közös pontunk, és úgy érzük, hogy van egy közös ügyünk, amit meg kell oldani, és ezért megvitatjuk. De ilyen nincs már nálunk, semmilyen kérdésben, nincsen. Mi csak veszekedünk, párhuzamos monológokat mondunk. Ez az egy dolog, hogy nincsenek saját rögzített álláspontok. Ugye amikor az ellenzéken számon kérem azt, hogy valamiről mondjon valamit, és azt képviselje, legyen az adótábla, legyen az felsőoktatás, legyen az egészségügy, itt is erről van szó. Ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy jön a nyitás. Jó, egyetemisták ne menjenek be az egyetemre, ők el vannak otthon távoktatásban. Akkor elkezdtek üvölteni, de a gimnazista is el lenne otthon. Azt mondta Orbán Viktor, jó, akkor a gimnazisták se fognak bemenni a gimnáziumokba, hanem ők is maradjanak otthon. De nem, mert egy felső tagozatos is el tud lenni otthon. Jó, Orbán Viktor azt mondta, jó, akkor a felsősök se menjenek be. És mi, Ági, mi a hír? Hát miért pont az alsósok mennek benne? Na, ez a legrosszabb. De ezzel kellett volna akkor kezdeni, nem? Tehát legyen már egy álláspontom, amit végig képviselek. Egy gyalázatos hazugság, hogy a DK oltás ellenes, meg hogy az ellenzék oltás ellenes. Mindig is és kizárólag az orosz meg a kínai vakcinával volt problémájuk. És ez még nem oszlott el nyilvánvalóan a kétség afelől, hogy ezek a vakcinák, ezek biztonságosak vagyok, ezt most még nem tudjuk. Tehát azért az még, hogy mondjam, a Schrödinger macskája még a dobozban van, még nem nyitottuk ki a dobozt, még nem látunk rá arra, hogy ez reális féleleme, vagy reális-e tartani a kínai vakcinától, meg az orosz vakcinától. De ugyanilyen fake news egyébként, hogy az Orbán az EB meccsek miatt dönt a nyitásról. Mert ő teltház előtt akarja látni az EB-meccseket. Én azért azt gondolom, hogy Orbán Viktor jobban szereti a hatalmat, mint a teltházas EB-meccseket. Én azt gondolom, hogy nem húzna egy ilyen döntést azért, hogy egy teltházas EB-meccset megnézhessen, amiben aztán belebukhat. És ez azt hiszem, hogy az ellenzéknek is látnia kéne. Robi, Orbán kommunikációnak az alapja, hogy neki nem kell kinyitni a dobozt, ő átlát a doboz oldalán. Tehát ilyen értelemben ő szerintem egyébként ezt ügyesen csinálja, tisztességtelenül, de ügyesen, ő a sikerkommunikáció. Ugye tanult egyébként a Fidesz annak idején ebből, hogy mennyire vacakul sült el ez a rosszabbul élünk, mint 4 éve, és akkor ilyen szomorú arcok, amit én. Most nekünk Orbán Viktor naponta dicsőséges győzelmi jelentéseket és örömhíreket szállít, míg azt látjuk, hogy az ellenzék ottan bakafántoskodik, és mindenféle csúnyákat mond, és mindenfélevel ilyen. Miközben az előválasztásnak erről kéne szólnia szerintem. Erről kéne szólnia az ellenzék részéről, hogy ne csak arról beszélni, hogy mi a gond
gond a kormányzással, hanem az ő kormányzással. Mit akarnak kormányzást? Előválasztás, erről kéne szóljon. Még egy pillanatra térek már vissza a vakcinához, mert ugye itt Robi mondta, hogy teljesen egyértelmű volt az ellenzék álláspontja, hogy a kínai és az orosz vakcinák ellen volt, de hogy pont ebből fakad most Orbán Viktor hatalmas sikere. Azt is lássuk, hogy most ugye ő az, ő a tökös gyerek, aki bemerte vállalni a kínai vakcinát, meg az orosz vakcinát. Csak ugye ebbe az a, azért orosz rulett, vagy kínai rulett, vagy nem tudom milyen ez az egész játék. Ugye, vagy mi van, ha mégse jó a kínai vakcina? Mert azért benne van a pakliba, ugye? Mert vannak is ilyen hírek, amik erről szólnak, hogy hát még egy harmadik is kell, hogy teljes átoltottság legyen, nem tudom, én nem értek hozzá. De hogy mi van, ha nem jó a kínai vakcina, akkor majd az ellenzék lesz a tökös gyerek, aztán majd jön egy nemzetközi kutatócsoport, akkor bebizonyítják, hogy mégis jó a kínai vakcina, akkor majd megint Orbán Viktor lesz a tökös gyerek. Tehát engem az zavar ebben, hogy politikusok akarják nekem megmondani, hogy melyik a jó vakcina. Én annak a politikusnak hinnék, aki azt mondaná, hogy én nem értek hozzá. Pedig valójában most meg üzletemberek mondják meg, tehát ez nagyon sajátos, hogy elnézés, nem csak a magyar harcok, hogy a kínai jó vagy az orosz jó, hanem ami mondjuk az AstraZeneca meg a Pfizer között folyik, bizony itt marketing célok működtetik ezeket azokat a véleményeket, meg azokat a kétségeket, amik folyamatosan felmerülnek. Semmit nem tudhatunk erről. Nem is ez a lényeg, hanem hogy tudjuk kommunikálni, mert egy szám viszont bele van égve az agyunkba, a halálozások száma nem is, az, hogy éppen mennyi a beoltott, mert ugye Orbán Viktor a nyitást, amire mindenki odafigyel, mindig ezekhez a szimbolikus szép számokhoz köti. 2,5 millió, 3,5 millió, hogy miért a 1,5 millió lehet, hogy az könnyebben megnézhető. Sajnos marketing céljai nekünk is vannak, egy pici reklámszünet következik, aztán, ahogy ígértem önöknek az ellenzékkel, meg Márki-Zay Péter interjújával folytatjuk. Már itt is vagyunk újra, és akkor, ahogy a reklámszünet előtt már említettem, az ellenzékkel folytatjuk, az ellenzéki mozgolódásokkal, és ennek egy érdekes példája volt, ha mondhatom így, Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere, és egyébként ellenzéki miniszterelnök jelöltje, ugye indul az előválasztáson, adott egy interjút a Partizánnak, és sok érdekességet mondott az ellenzékkel kapcsolatban. Tulajdonképpen arra figyelmeztetett, hogyha egy esetleg rendszer, vagy váltás lenne, és az ellenzék jutna hatalomra, vagy kormányra 2022-ben, akkor lennének árulók az ellenzékben, egész konkrétan így fogalmazott, és aztán előhozta ezzel kapcsolatban a 2018-as választást is, és azt mondta, hogy a választási eredményeket nagyban befolyásolta, hogy a Jobbik, akkor még Vona Gábor vezetése alatt nem volt hajlandó visszaléptetni a jelöltjeit, és hogy ő tulajdonképpen ezért nagyon sokat veszekedett, Vona Gáborral próbálta őt meggyőzni, de hajthatatlan volt, és ennek ugye súlyos következményei lettek, és hogy beszélt itt arról, hogy bizonyos anyagi érdekek is fűződhettek ehhez, mert hogy több százmilliótól eshetett volna le a Jobbik abba az esetben, hogyha visszalépnek a jelöltjei, szóval súlyos mondatok hangoztak itt el, és azt mondta, hogy két olyan ember van, aki ezekre a kérdésekre tud válaszolni, a Simicska Lajos és Vona Gábor. Úgyhogy most spontán megragadom az alkalmat, hogy Vona Gábortól ezt megkérdezem, mert nagyon-nagyon erősek ezek a mondatok, és ugye azért is érdekes, mert ő ezt tovább vitte, ezt a gondolatot, tehát hivatkozva a te idézőjelbe árulásodra vonatkozó, ilyenek simán előfordulhatnak majd 2022 után is, ha az ellenzék kerül hatalomra. Hát borzasztó volt nézni ezt az interjút, mert az tény is való, hogy volt közöttünk vita, meg akár még ma is van vita arról, hogy most 2018-ban jól vagy rosszul járt el a Jobbik, és én személy szerint, hogy önállóan indultunk. És ez nem is semmi baj, ez teljesen legitim, és én vállaltam is a felelősséget a választási eredményen, de az azért borzasztó volt, hogy itt sejtetve, ilyen jelentőségteljes pillantásokkal kísérve Gulyás Márton bólogatása közepette lényegében bevátoltak azzal, hogy én valami pénzügyi anyagi érdekből képviseltem azt, amit. Tehát, hogy az föl sem merül Magyarországon ezek szerint, hogy valakinek az volt a vélemény, hogy sem Orbán Viktorral, sem Gyurcsány Ferenccel nem szeretne közös politikai platformra kerülni, és hogy ehhez ragaszkodott egy választási szituációban. Tehát ennek az erkölcsi vagy politikai stratégiai szuverén döntési lehetőség, az föl sem merül, úgy tűnik, csak az lett, hogy valami biztos megkenték, vagy 100 milliótól esett volna el a párt. Tehát kit érdekelt az, hogy hány milliótól esik el a párt, amikor az életünkért küzdöttünk 2018-ban. Tehát az egy másik dolog, és itt túllépve itt a saját személyemen, hogy
azért szintén a közbeszéd része, hogy az ellenzéki oldalon vannak olyanok, akik a Fidesznek a fizetési listáján rajta vannak. Hogy ez így van-e, vagy sem, én nem tudom, és Márki-Zay Péter nyilatkozatát is inkább az előválasztási kampányra tudom be. Úgy tűnik, hogy ha valaki bekerül az előválasztási kampányba, akkor picit úgy olyan dolgokat kezd el mondani, amit nem vártunk volna tőle. Ugye Fekete Győr Andrásnál is láttuk, hogy hirtelen erőteljesebben kezdett kommunikálni. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor nem hiszem, hogy meg akar majd venni 3-4 embert a választások után, hogyha a Fidesz veszít. Szerintem nem ez Orbán Viktor célja. Az Orbán Viktor célja szerintem az, hogy megszületett a B forgatókönyv, az pedig az, hogy a NER az lehet ellenzékben. Szerintem Orbán Viktor arra készül, hogy elveszítik a választásokat, akkor azt mondja, hogy tessék, kormányozatok, nálunk van a Deep State, nálunk van az államigazgatás, nálunk van a gazdasági tőke, nálunk van a média, tessék, parancsoljatok. De ez, miért nem, a C-terv? A B-terv, B-tervként miért nem azért elmondom elő, neked, elmondom neked. Elő az, jogos. Azért próbáljunk csak megvenni olyan képviselőket az ellenzékből, akik már eddig is jól átélhetően a Fidesz malmára hajtották a vizet a nyilatkozataikkal, hogy most a Bangóné, Borbé, Ildikón kívül más ne is említsek. Robi, szerintem, bocsáss meg, szerintem ez a C-forgatókönyv, de a B-forgatókönyv szerintem az, hogy egy gazdaságilag lerodjant, mentálisan rettenetes állapotban lévő országra ráeresztik ezt a hatpárti koalíciót, hogy csúszkáljanak a jégen. Ha esetleg jól csúszkálnának a jégen, akkor jön a C-forgatókönyv, akkor megvesznek pár embert, és akkor ellaposítják ezt a történetet. De én nem mondom, hogy erre készül Orbán Viktor, de ezek az alapítványi kiszervezések is nekem valahogy azt üzenik, hogy megindult egy ilyen B-forgatókönyvnek a kidolgozása, tehát az nem zárja ki attól annak a lehetőségét, hogy az ellenzék soraiban történnek megkeresések, az a politika része sajnos. De még egyszer mondom, szerintem arra készül Orbán Viktor, hogyha elveszíti a választást, akkor átadja a lehetőséget. Igazából annyira nem is kell átadni értelem a lehetőséget, sőt tulajdonképpen megverni sem kell olyan embereket, akiket mondott, hogy a malmára hajtják a vizet, hiszen ők megvétel nélkül is, minden további nélkül, hogy tetszik, a NER malmára hajtják a vizet. A NER szerintem ez baromi fontos, és nekem ez a mániám, és tudom, hogy ez általában mindenki árulásnak és szörnyű dolognak tartja, és a kommentelő nénik nagyon-nagyon-nagyon utálják, de a NER nem kizárólag a Fideszből, illetve abból a KDNP nevű kis nyúlványból áll, ami rajta fityeg a Fideszen, hanem a NER bizony az a teljes rendszer. A NER-ben benne van az ellenzék is, megvan a maga szerepe. Tehát az elképzelhető, hogy a Fidesz kormányt leváltják, az elképzelhető, hogy valóban így a Deep State-be kapaszkodva, hiszen iszonyatos állásokat ásott ki magának, és tényleg mindent átfúrt a tulajdonviszonyokban, hát tudjuk nagyjából, hogy mit nevezünk Deep State-nek, és ez hogy fog működni, de a NER ettől még nem fog megbukni. Nem csak azért, mert ők 10 körömmel ragaszkodnak minden rögbe, hanem azért, mert tulajdonképpen amit beemelnek a hatalomba, vagy ami beemeli magát a hatalomba, beemelődik, az is a NER egy kiegészítője. Egymás pandanjaiként tulajdonképpen egy folyamatos játékot folytatnak velünk itt már eléggé hosszú ideje. Jegyzem meg, hogy ez ilyen értelemben a NER a Fidesz kormány előtt kezdődött, és én a NER-t az sokkal korábbról számítom, bár még nem úgy hívták. És igazából annak a garanciáját, persze semminek nincs, annak a lehetőségét sem kapjuk ezzel meg, hogy megszabaduljunk ettől a veleig romlott, egymásba kapaszkodó politikai, gazdasági és a társadalmat is egyre inkább átható felépítménytől, amire ráment 15-20 évünk, és ki tudja még mennyi fog rámenni. Tehát itt én ebben sokkal nagyobb veszélyt látok. Az előválasztás az ennek csak egy ilyen illusztrációja, úgy tetszik. Az előválasztás egyébként, ha úgy tetszik, őszinte, én nekem tetszik az. Tetszik, nem tetszik, úgy értem, érteni vélem, és a saját fejemben levő forgatókönyvnek felel meg, hogy itt most egymásnak esnek ezek a politikusok, miközben ugye hangzatos etikai kódexeket fogadnak el arról, hogy még a sajtó kapcsolataikat is az összefogás, hogy is ez felolvasza. A jelöltek a média kapcsolataikat a demokratikus összefogás sikerének szolgálatába állítják. Ugye nem ezt látjuk, egyáltalán nem tudom, hogy merülhet fel emberekben az, hogy a jelöltek befolyással vannak mindenféle médiákra, és akkor azt valaminek a szolgálatába állítják. Ez egy kicsit engem megijeszt, hogy ezt ilyen nyíltan kimondják egy etikai kódexben. Péter, én várom már, hogy velem végre kedvesek. Megmondom őszintén, hogy na de ez etikusan legyenek kedvesek? Bármilyen módon, tehát én őszintén szóval nem bánom, ha velem kedvesek lesznek. Egy. Az, amit Márki-Zay Péter mondott, annak a tizedéért szoktak minket fideszesnek bélyegezni. Tehát nem? Tehát, hogy Márki-Zay Péter az ellenzéki összefogás egységét bomlasztja, káros belső kritikákat fogalmaz meg, megvádolja az összefogás egyes szereplőit azzal, amivel nem szabadna, ezt a választás után kéne csinálni, ezt szokták mondani. Tehát Márki-Zay Péter fideszes, ez kiderült. Ami ennél egy fokkal fontosabb, és amit a Péter mondott,
hogy az ellenzék belelavírozta magát az előválasztásra egy olyan helyzetbe, ahol el kell bábozni egy vitát, és számomra meglepő módon tényleg Fekete Győr András után most már Márki-Zay Péter is megpróbál mondani valamit, ami nem ugyanaz, mint ami az ellenzék másik szereplőitől jön. És én nem tartom kizártnak, hogy lesznek olyan szituációk, amikor az egyiknek ezt, a másiknak azt kell mondani, vitatkozni kell, és amit megspórolnak 2010 óta, az végre kikerül az asztalra. Amit én a legfontosabbnak tartanék a politikában, hogy mondjanak valamit arról, hogy mit akarnak csinálni. Lehet, hogy nem, mert annó a főpolgármester jelölti előválasztás első fordulójában is Karácsony Gergely és Horváth Csaba vitája, az nem vita volt, hanem egy szalontánc lényegében, tehát hogy egy koreográfia szerint körbe mentek a terembe kétszer, és annyi, tehát nem volt semmi tartalma, értelme. Ha közös programot ír az ellenzék, akkor mi lesz a vita? Hát szerintem ugye a közös program az sajnálatos módon jó kívánságok hamis gyűjteménye. Tehát elmondom neked most, hogy mi lesz a közös programban. Fontos a fenntartható fejlődés, az átlátható közélet, az egészségügyet. Igen, az euróatlanti kapcsolatok, és a kormányzás során figyelembe fogunk venni minden véleményt. Tehát olyasmit mond, amit egyébként mindenki mondana. Tehát, hogy ez egy ilyen általános jó kívánság gyűjtemény, véletlenül sem lesz benne. Ja, meg természetesen a feltétel nélkül alapjövedelem, kisebb feltételek. Nekem nagyon meggyőző volt a Márki-Zay Péter interjú. Tehát ez mármint konkrétan Márki-Zay Péter. Nagyon meggyőző volt, bevallom. Egyrészt az, ahogyan a saját esélyeiről beszélt. Hogy előadta, hogy nem ő a favorit. Ez valami annyira más, mint az a sikerkommunikáció, meg ez a marketing kommunikáció, amit Amerikából teljesen szervetlenül adaptáltak, úgy, ahogyan a reklámokat szokták, hogy szó szerint gyakorlatilag szolgálján átemelik, ahogyan beszélned kell a saját esélyeidről. Úgy beszélsz a saját esélyeidről, hogy én leszek Magyarország következő miniszterelnöke. Ezek lesznek az első intézkedéseim miniszterelnökként. De Robi, a vonakodókat kell kommunikálni, mert ez meg van írva a politika nagykönyvében. De ne felejtsd el, hogy azért most még vannak olyan miniszterelnök jelöltjeink, akik még abban a fázisban vannak, hogy nem akarom én ezt. Azért most még legalább két olyan... Márki-Zay Péter nem ezt mondja. Van a kommunikációnak egy ilyen szintje, hogy nem akarom, csak tukmálják. Igen, egy ilyen szintje van, de olyan szintje eddig nem volt. Tehát olyat nem tapasztaltunk, hogy én akarom ezt, indulok rajta, de én nem fogadnék magamra. Ez egyszerűen más minőség. Robi, mondhat más Márki-Zay Péter. Tehát én értem azt, hogy ő nem Karácsony Gergely, és neked ezáltal egy picit szimpatikus, mert úgy tűnik, hogy nekem mindenki szimpatikus, aki nem Karácsony Gergely, mert hogy szerintem Márki-Zay Péter teljesen jó jelölt, vidéki jelölt, de hát azért az durva lett volna, hogy azt mondja, hogy én vagyok a miniszterelnökről, és legesélyesebb vagyok. Hát miközben minden kutatás szerint nincs mögötte párt, minden kutatás szerint ő az egyik legesélytelenebb. Tehát nekem is szimpatikus, hogyha valaki ezt képviseli, és lehet, hogy az én vélekedésem meg bennem van, hogy azzal kezdte az interjút, hogy belém rúgott. Tehát lehet, hogy én meg ezért vagyok egy picit szubjektív, de én ebben a miniszterelnök jelölt interjúból nem azt láttam, hogy ő valami újat hozott volna. Ez is egy dizájn, és ez egy működőképes dizájn. Tehát Márki-Zay mindig szerény ember. Nem is az, hogy szerény ember, mindig ő volt, amióta egyébként benne van a nagypolitikában, ő volt a kívülről jött ember. A kvázi egy kicsit civil ember, aki csak úgy belecsöppent az egészbe tulajdonképpen, engedett annak a szükségletnek, hogy ő politikus legyen, és ez a húzódozás, meg ez a vonakodás, ezért ez neki, vonakodás elnézést, ezt nem szóvicnek szántam, ez mindig benne volt egy kicsit az ő dizájnjában. Én azon filóztam el egyébként, tehát tényleg most már alakul az előválasztás, most már Dobrev Klára is majdnem eldöntötte. Bejelentette, hogy be fogja jelenteni. Bejelentette, hogy igen, most már közel áll ahhoz, hogy bejelentse, hogy így tényleg én a Futrinka utcát látom magam előtt, ahol választásokat rendeznek, és akkor Varjú bácsi fogja Márki-Zay Péter. Robi, választani. Nem arról van szó, hogy én nekem az a szimpatikus, aki nem Karácsony Gergely, és hogy bárki, aki nem Karácsony Gergely, hát az nekem nagyon tetszik, meg nagyon imponál. Én szerintem egyszerű kérdést kell feltenni arra a vonatkozóan, hogy ki legyen a miniszterelnök jelölt. Az a kérdés, ki ellen tud mozgósítani Orbán Viktor a saját táborában? Karácsony Gergely ellen tud jól mozgósítani az MSZP örökös jelöltje ellen?
igen, nagyon jól tud mozgósítani. Dobrev Klára ellen, a Gyurcsány Ferenc felesége ellen jól tud, nagyon jól tud mozgósítani. Márki-Zay Péter ellen, az egykori fideszes hódmezővásárhelyi polgármester ellen jól tud mozgósítani. Mivel fog érvelni Orbán Viktor a saját táborában, hogy el kell most mindenkinek el kell menni szavazni, senki nem maradhat otthon, mert Márki-Zay Péter fenyeget. Én ez alapján nézem. Én azt gondolom, hogy ez a döntő faktor, ami az Orbán Viktor leváltásához vezethet. Másrészt rendkívül imponáló az, ahogyan ő a szakértői kormányról, amit ő tervez, a szakértői kormányról beszélt. Arról, hogy ne a pártok prédája legyen a közhatalom. Arról, hogy a párt ne öncél legyen. Arról, hogy kvázi civilekkel, vagy akkor fogalmazzunk úgy az ő szóhasználatával, szakértőkkel töltsék fel a hatalmi szférát, hogy máshogy gondoljunk a hatalmi szférára, hogy az ne zsákmány legyen, hogy ne zsákmányként kezeljük, hanem feladatként, kihívásként, és megoldásokat keressünk, és ne pedig a zsákmányt akarjuk befoglalni. És én nekem az a benyomásom, hogy ez az interjú, ez az ellenzéki közvélemény körében széleskörű tetszésnek örvend. A Partizánnak a YouTube csatornáján, a kommentmezőben a Márki-Zay Pétert körbehordozzák, hozsannázzák, körbe ünneplik, virágokat szórnak a lába elé. Azért az hogy a gyerekverő sztori miatt is van. Tehát az a baj, hogy ugye a Partizán ezt a gyerekverő sztorival reklámozta, és nagyon sokan megvédik emiatt, hogy igenis a gyereknek lehet egy pofont adni. Hadd kérdezek valamit, azt tudjuk, hogy a Márki-Zay melyik frakcióba fog beülni? Nem, de nem is kell elmondani. És én ezt kérdeztem tőle, mert voltam nemrég nála, fontos. Az online népszavazásunkkal kapcsolatban ő is támogatta, és én rákérdeztem, hogy privát is, nem tudom, hogy felhatalmazott arra, hogy elmondjam, azt mondta, hogy nyilván neki is meg kell tenni, amit egy baromságnak tartok egyébként. Nem kell elmondania. És mondott valamit? Nem. Csak azért, mert ugye ez egy tök fontos kérdés, hogy Márki-Zay Péter ugye azt mondja, a pártól elhatárolja magát. Én korábban arra fogadtam volna, hogy a Jobbikba ül be. No, de a Jobbiknak van saját miniszterelnök jelöltje, Jakab Péter személyében, akit egyébként tök más miatt méltattál, mikor legutóbb itt voltam, tehát neki a kommunikációs szkíjeit emelted ki, Márki-Zay Péternél ezeket a tartalmi szakpolitikai ügyeket, jobban tudom szeretni az utóbbit. Nekem tetszett a beszédmód, Jakab Péter Robi, mert fogalmazott. Akkor lesz teljes a kép, ha tudjuk, hogy hogy Márki-Zay Péter az melyik frakcióval, melyik párttal állapodott meg, mert ugye csak akkor indulhat a választáson, az előválasztáson, hogyha 6 közül választ magának egyet, és azt szerintem akkor fogunk tudni. Ezt be kell jelentenie? Bocsánat, én ezt akkor nem vagyok teljesen. Hát az előválasztáson feltétel az, hogy te tudd, hogy akire szavazol, az melyik frakcióba megy. Már csak azért is, mert ugye az a megállapodás része listánál egyéni. Engem ez nem érdekel. Tehát engem ez nem érdekel. Azt, hogy melyik frakcióba. Nem, ez meg bevallom őszintén, mert azt látom, hogy ez az ember, ez fölötte lebeg ennek. És nem csak én látom ezt, nem véletlen. Tehát a kultúrharc logikája alapján nem lett volna szabad Márki-Zay Péternek a Partizán YouTube kommentmezőjét ilyen módon elhódítania, mert ő akárhogy is egy jobboldali kötődésű, egy jobboldalról jött ember. És mégis megtörténik, mert én úgy látom, hogy a kultúrharcos tengely mellett van egy másik tengely, egy emberi, alapvetően emberi kulturális tengely, ami merőleges a kultúrharcos tengelyre, ahol nem az számít, hogy jobbról vagy balról jöttél, hanem azt nézi a felhasználó, vagy akkor úgy fogalmazok, hogy a választópolgár, azt nézi, hogy politikusnak tűnsz-e, annak a hazudozó, gátlástalan hatalomtechnikusnak, annak az uszítónak, annak az ígérgetőnek, annak a szédelgőnek, akiből elég volt, vagy embernek tűnsz, polgárnak tűnsz, hétköznapi embernek tűnsz, olyannak tűnsz, amilyenek a normális emberek. És azt hiszem, hogy a Márki-Zay Péter ezen a tengelyen tudta elhódítani a YouTube kommentmezőt. De igazából ezt értem, amit mondasz, de én lehet, hogy én vagyok túl cinikus az egészhez. Én ebben ugyanúgy kommunikációs skillt látok, mint abban, hogy a Jakab az például a fenegyerek. A fenegyerekség is egy működőképes és nagyon jól eljátszható póz, és én úgy gondolom, egyébként Márki-Zay polgármester
miniszteri pályafutását és politikai pályafutását is nézve, hogy ez is csak egy kimunkált és alaposan kimunkált image. De mi utal itt image-ek játszanak egymással. Szerintem a Robinak abban igaza van, hogy a Márki-Zay Péternél ez nem pusztán, tehát amennyire én megismertem, ez nem pusztán valami politikai marketing, csak amit új szempontot szeretnék behozni, hogy ugye van ez az előválasztás, és az ellenzéki szavazók választanak miniszterelnök jelöltet, van ennek egy ilyen másik oldal is, hogy Orbán Viktor is tart előválasztást. Tehát hogy szerintem azért a Fidesz is nézegeti a jelölteket, hogy neki ki lenne a jó. És hogyha ilyen szempontból elemezzük, mondjuk az ő fejével, akkor neki ugye egy olyan jelölt lenne a legszimpatikusabb, aki egybe rántja a kormánypárti oldalt, tehát nem tudja megosztani, viszont megosztja az ellenzéket. Viszont ez a jelölt még csak most mondani, hogy ilyen szempontból szerintem Orbán Viktornak a legrosszabb az Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter lenne. Szerintem az ellenzék oldalon Orbán Viktornak a legjobb pedig Dobrev Klára. Ez teljesen egyértelmű. Én meg tudod, azt gondolom, hogy ezen az emberi tengelyen lehet integrálni. Tudod, a kultúrharcos tengelyen nem lehet integrálni. Nem félsz attól, hogy a politikai buborékok meg a törzsi gondolkodás, ezt az emberi tengelyt, amit én is nagyon szeretnék látni, meg erősödni a társadalomban, de ezt felül fogja írni, hogy jön a választás, közeledik, a törzsi hovatartozás, meg a párt hovatartozás maga alá gyűri az emberi szempontokat. Én is tartok tőle, hiszen 30 év alatt mindig ez történt. De én, hogyha ez számít, én a Márki-Zay Péterre fogok szavazni az előválasztáson. Mindkétszer lehetséges, hogy remélem, hogy lesz alkalmam másodszor is rászavazni, mert ott lesz a második fordulóban. Én ez alapján, az interjú alapján, amit a Gulyás Mártonnal láttam, ez alapján én hazafias kötelességemnek érzem azt, hogy a Márki-Zay Péterre szavazzak az előválasztáson. Hozzád hasonló fideszeseket én nem engednék be az előválasztásban, Robi. Nem, az értéknyilatkozatot se tudod aláírni tiszta szívvel. Arra kérd majd meg, hogy azért a velem kapcsolatos nyilatkozat, hogy ha már miniszterelnök jelölt, és most nem az én személyes dolgomról van szó, csak a miniszterelnök jelölt nem sejthethet valamit. Tehát, hogy ez egy interjúban azzal megvádolni valakit, hogy 100 milliókért eladta magát, akkor bizonyítsa, de sejtetni, ez nem az emberi tengely, amin szerintem egy miniszterelnök jelöltnek mozogni kell. Tudod, nem kell sejtetni, utaljanak, nekem elég. Ebben a vonatkozásban én mást gondolok. Ő a Márki-Zay Péter mindig is összefogáspárti volt. De ez semmi gond nincs, Robi. Ezt tiszteletbe is tartom, csak amikor már azt mondják rád, hogy te azért, mert más a véleményed, téged biztos megvettek, mert 100 milliókkal téged félreállítottak, az már azt gondolom, hogy nem a politikai korrektségnek a része, és nem is méltó egy olyan ember ez, aki miniszterelnök jelölt. Megegyétek meg, hogy most itt tovább lépjünk, és hagyj kapaszkodjak be abba, amit Robi mondtál itt az emberi tengelybe, mert hogy a Fidesznél is úgy tűnik, mintha lenne egy ilyen új vonal, vagy egy új szál, Lázár Jánosra célzik. Nem tudom, hogy mennyire értetek ezzel egyet, vagy nem, vagy mennyire próbál ő egy új szerepet, vagy egy új minőséget előhozni. Mindenesetre adott egy interjút az M4-nak, elég hosszan beszélt, és ha már 2018-ról beszéltünk az ellenzék kapcsán, akkor beszéljünk 2019 kapcsán a Fideszről, mert hogy Lázár János azt mondta, hogy felesleges kerülgetni itt a témát, a Fidesz egyszerűen elveszítette a 2019-es önkormányzati választásokat, súlyosan, tehát presztízsvesztességet hozott ez számára, elég csak Budapestre gondolni, és innentől kezdve egy teljesen új stratégiára van szükség. Sokan ezt egyfajta ilyen politikai programnak is minősítették, nem is tudom, hogy ez mennyire erős ez a kifejezés, vagy mennyire nem. Mindenesetre azt mondta, hogy a Fidesznek vissza kell, mert ugye a nagyvárosokat, ugye Budapestet elvesztette, tehát mi a teendő? A vidékhez kell visszatérnie, azokhoz a százezrekhez, akik úgy érzik, hogy a fejlesztés politika most már kimaradt, tehát kimaradtak a fejlesztésből, és nekik kell már, hogy a vidéknek, kis településeknek kell kapnia innentől kezdve a pénzt. És azért mondtam ezt az emberi minőséget, mert ez egy picit új megközelítés volt. Tehát legalább ugye a Fidesz részéről ilyesmit azért nem nagyon hallani, és mégiscsak egy korábbi miniszterről van szó, hát nem tudom, ti mennyire látjátok őt mondjuk fontos szereplőnek a Fideszen belül, vagy mennyire nem. Mindenesetre elgondolkoztatóak ezek a mondatok, és ugye a Lázár Jánosnál is mindig az, hogy mindig van jó néhány olyan idézhető mondat, amit felkap a sajtó, amiről beszélünk, ez is például az, de van még jó pár, és szeretném, hogy maradna idő arra is. De ez az első kérdés, hogy ha már emberi minőség, vagy egy harmadik minőség, hogy látjátok ezt a szerepet, amit ő most felvett? Szóval mi a cél ezzel? Mert ugye a nagy mondat az volt, hogy Orbán Viktor örök, és ezzel akartam lezenni ezt a bevezetőt. Ez szerintem az a legkevésbé fontos ebben az interjúban. Ott annyit tett Lázár János, hogy tisztázta, hogy ő most nem Orbán Viktorral megy szembe.
Azért ez is egy szempont szerintem. Az azért mondom, így van, de ugye ezt a meccset ő elvesztette, úgy vesztette el, hogy Rogán Antal sem nyerte meg. Viszont a elkövetkező időszak egyik legfontosabb politikai innovációja az lesz, hogy sikerül összegyúrni egy Magyarország egyébként tradicionálisan létező, csak jelenleg éppen kiüresített politikai kategóriába azokat a jogos igényeket, amelyeket a mai politika nem tud kielégíteni, mire gondolok. Szerintem a zöld ügyeket ma egy ilyen úri huncutságként viszik sokan, és egy urbánus dolognak gondolják, miközben a vidéknek elképesztően fontos szerepe lenne. Én mikor Budapestre költöztem mondjuk 2004-ben, és meglepődtem rajta, hogy mindenki el van keveredve azzal, hogy emelgessük fel a bicikliket, nálunk falun évtizedekkel ezelőtt is mindenki biciklivel közlekedett, nem emelgettük, mentünk vele. Létező ügyek. Az, hogy mi történik az egészségünkkel, hogy mi történik az élelmiszeriparral, hogy mi történik a közlekedéssel, ez mind-mind olyan ügy, amit, most röviden összefoglalom egy hülyén hangzó mondatban, amit egyébként a jövő modern kisgazda pártjának kellene megoldani. Lázár János tulajdonképpen azt próbálja meg most visszahozni, és e tekintetben a Robival egyetértve Hódmezővásárhely környékén látok egy politikai sűrűsödési pontot, és egyébként Szegeden is tök jó dolgok vannak. Szóval, hogy azt látom, hogy Lázár János megpróbál valamit visszahozni, amit a Fidesz elveszített. Ugye 98 után ő kooptálta a kisgazdapártot, de igazából azon kívül, hogy Orbán Viktor előadta néha a vidéki embert, nem kaptunk senkit, és nem kaptunk programot se arra nézést, hogy mit gondol a Budapest pirosan áthúzva tábla után. Ez az ő fellépés? Ez egy új vonal, vagy ez ezek, most a Fidesznek? Szerintem Lázár János észrevett valamit, hogy van egy hiány, egy hiátus, ami egyébként a Jobbik is lehetett volna, teszem hozzá. Tehát a vidéken a Jobbiknak ezt a funkciót lehetett volna ellátni 2018 után, hogyha nem megy be ebbe a nagy népi hurrába. Ugyanis az, hogy mi történjen a vidéki nagyvárosokban, mi történjen a falvakon, hogyan szervezzük Magyarország többségének az életét, azt szerintem egy nagyon-nagyon fontos kérdés lesz, és erre lehetne politikát építeni, ahogy tőlünk nyugatabbra egyébként jobboldali pártok, zöld pártok mind észrevették azt, hogy nem csak fővárosok léteznek. Hát nem tudom, én pont azt nem látom ebben a történetben, hogy itt valami autonóm fellépésről lenne szó. Azt én sem állítom. Lázár Jánost felkínálják. Időnként felkínálják már nem először egyébként egy sokkal általánosabb vágyban, az emberarcú fideszes igen. vágyában, ami hát Lázár Jánoson egyébként. Először azt mondtam, hogy nagyon lötyög ez a szerep, hiszen azért neki van egy előtörténete, de lassan belenő egyébként, ahogy az a stílus, ahogy beszél, ahogy fényképezteti magát. Csak van egy gond ezzel, én értem, hogy most így egyrészt hát megdöbbenünk azon, hogy a Fideszben valaki ilyet mond, hogy elvesztettünk egy választást, ami egyébként persze nem igaz, mert nem vesztették el azt a választást, de mondjuk úgy átrendeződések történtek. Ilyet ott nem volt szokás mondani, tehát ez igazából, ami felhívja a figyelmet az emberarcú fideszesre, de valójában az a program, amit ő előad, most egyrészt persze van benne egy ilyen antiurbánus, vagy inkább pronépies történet az egészben, vissza a földhöz, vissza ez a kérdés, ez egyáltalán foglalkozunk a vidékkel, ki foglalkozott a vidékkel, foglalkoztak a vidékkel, dehogy nem. Megszerezték a vidéket, megszerezték a földbirtokokat. Lázár, mint egy földesúr kisétál majd, mint egy döbrögi kisétál a jobbágyok közé, és elmondja, hogy a latifundium a jó dolog. Mert mit mond ebben az egész történetben? Az ő egész vidék koncepciója egy latifundiális, nagy birtokos. Tulajdonképpen egy működőképes, azt látjuk, hogy működőképes, de valójában meg társadalmilag mélyen alavult forma. Ezért nagyon tök jó, Peter, én mindig azt szoktam megünnepelni, hogy te egy rendes baloldali ember vagy, és végre valaki ezeket a jobboldali ügyeket, amiket egy jobboldali politikus fölvet, azt végre ideológia és elvi alapon kritizálja. Nekem mindig az a bajom, hogy... Nem, ebben nincsen ideológia, nem. Meg elv. Az, hogy hogy néz ki a birtokrendszer Magyarországon, hogy a Lázár egyébként azt mondja, hogy nem az a gond, hogy Mészáros Lőrinc van, hanem az, hogy nincs belőle 100 darab. Az tényleg úgy néz ki, hogy Lázár János a vadász blézeréhez gumicsizmát húz. Tehát ezek a ruhadarabok ütik egymást. Lázár koncepciója csak ebben a kontextusban működik, a Fidesz által megszerzett latifundiális kontextusban. Értem, csak Péter, a politika általános kritikája ellenzék oldalon Lázár János felé a hülye divatok, tehát, hogy azt szokták hozzávágni, hogy akinek nincs semmije, annyit is ér meg hasonlók, amik szóvirágok, ami nem most semmit. Ez egy valódi vita, amit te mondasz, mert egyébként még arról is szólna, hogy ne olyan legyen, amit Lázár János akar, hanem. És akkor elmesélni, hogy mi a baloldali megfejtés arra, hogy hogyan működjön a mezőgazdaság, hogy kinek legyen földje, kinek legyen eszköze, hogyan adjuk el, hogyan lehetne például, mondok egy, amit szerintem a szocik vesztettek el jóval korábban, hogyan lehet mindenféle fölösleges nyerészkedő közvetítő elemet a termelő
és a polc, ahol én megveszem a dinnyét, azt kiiktat. Ugyan lehet a szövetkezetet visszahozni, nem a szocialista MGTS formájában, hanem a termelők önkéntes és gyümölcsöző szövetkezet. Ezt a baloldaliságot szoktam itt ünnepelni. Robi, te mennyire látod ezt az ember arcú történetet? Hát én sem ennyire. Lázár János megtanulta a leckét. Ugye Lázár Jánost Orbán Viktor száműzte. Nagyon magasról elég mélyre esett. Ugye a tenisz szövetség az államminiszterséghez képest, hát azért... Dohányzás ellenes biztos, és ménes gazda. Azért ne felejtsük el ezeket a... És Lázár János megtanulta a leckét. A politika Magyarországon már Orbán Viktoron belül van. Tehát ő csak olyan kritikát fogalmazhat meg Orbán Viktorral szemben, hogy Orbán Viktor nem eléggé Orbán Viktor. Hát ő Orbán Viktorabb lenne. Orbán Viktor, több Orbánságot, Orbánabbat követelünk, még több Mészáros Lőrincet. Tehát, és most ez történik. Amit itt a Lázár János csinál, ez egy nyílt és frontális Budapest ellenesség, amit megírtett. Túl sokat adtunk, és ezt most felül kell vizsgálni, túl sokat adtunk Budapestnek. Mi van? Lázár János hazudik. Nyíltan, frontálisan hazudik. Az M0-ás még mindig nincs befejezve. A 4-es metró az hát félig lett elkészítve, az is nagy részt Európai Uniós pénzből. El is lopták egy jó részét. Két híd is tervbe van véve, aminek már 30 éve fel kellett volna épülni Budapesten. Nem épült fel, és lehet sorolni, hogy mi zajlik. Orbán Viktor kormánya, az Budapestet lélegeztetőgépen tartotta, nem most, hanem Tarlós István vezetése alatt. Most meg elkezdték a lélegeztetőgépen hát lecsavarni az oxigént. Most ez történik. És erre mondja azt Lázár János, hogy túl sokat kap Budapest, és hogy a vidék felé kell fordulni. Lázár János pontosan jól látja, hogy ami ma Budapest, az holnap az ország. Nyilvánvalóan látja azt, hogy ez a folyamat, ez az Fidesznek a hatalmába kerülhet. És Lázár János azt mondja, hogy ezt kell megállítani Budapest határánál, ezt a folyamatot. Most ez a és erre hozta létre, erre találta ki ezt a konfliktust, ezt az alapvetően az Egyesült Államokból importált konfliktust. Ugye van egy forradalmi törzs, meg egy ellenforradalmi törzs, a forradalmi törzs a városokban, az ellenforradalmi törzs vidéken, és akkor ennek a konfliktusává kell élezni a politikát. Ez Németországban is így működik egyébként, tehát ugye nézd meg pont, hogy ugye a szélső jobb oldal hogyan tud, sőt egyébként Kelet- és Nyugat-Németország közti különbségben is, tehát ez már egyébként Európában is itt van, ami szerintem fontos, hogy a 2022-es választásokon döntő lesz az, hogy folytatódik az ellenzéknek az önkormányzati meneteléséhez hasonló térhódítás, vagy pedig az fog történni, ami a 2018-as választásokon volt, hogy a vidék a Fideszért. Igen, csak ez egy országrontás, amikor a végtagok fellázadnak a szív ellen, Budapest az ország szíve. Amikor a végtagok fellázadnak a szív ellen, az egész szervezetre nézve végzetes. Ezt a jobb oldalon is látni kell. Ez egy nagyon rossz metafora szerintem. Miért? A Budapest az ország szíve, azért ennél sokkal organikusabb a történet, ez, hogy Budapest az ország szíve, ugye a végtagok meg a vidék, ez szerintem maga egyébként az a dihotómia, amire a Lázár is játszik, bár mondom, metaforaként működik. Nagyon múl is, hogy Németországgal jössz, mert ugye a Lázár is azt mondja, hogy Németországban meg úgy élhessen a magyar paraszt, úgy élesen a magyar vidéki, mint ahogy Németországban, Ausztriában élnek, és totálisan az ellenkezőjét mondja, egy ilyen a hortikorból megörököl dihotómiára egyébként. Bocsánat, egy pillanat, hadd kérjek már vissza még Lázár Jánosom, hogy én teljesen másképp látom azokat, mint ti, meg én abszolút autonómnak gondolom ezt az interjút. Tehát, hogy én abszolút autonómnak gondolom. Biztos ismeritek azt a Wayne Gretzky nyilatkozatot, hogy azért voltam jó jégkorongozó, mert nem oda korcsolyáztam, ahol a korong van, hanem oda, ahová korong tart. És szerintem itt Lázár János ezt csinálta, ugyanis a választások előtt úgy tudom, hogy a Fidesz arra készül, meg talán erről vannak hírek is, hogy elég kemény pénzt fog bele pumpálni a vidékbe. És szerintem Lázár János bemegy ebbe, belép erre a pályára, és majd az, akinek szerintem igazából nagy ráhatás erre nincs, de mégis majd ő lesz az, aki már megmondta, hogy itt a vidék majd élni fog, és ő lényegében ő lesz a Lázár azért megmondta. Tehát ő szerintem ez egy politikai marketing, egy politikai stratégia volt, elfoglalta a pályáját,
Nyilván letette a hűségesküt Orbán Viktor mellett, de szerintem ez egyébként lényeges mondat volt, hogy Orbán örök, mert ezzel azt arra utalt, hogy ő azért készül valamire, legalábbis szerintem, és méghozzá arra készül, hogy az Orbán Viktor utáni trónok harcában ő legyen a győztes, ő jön föl a trónra. Ugye Rogán Antallal, Szijjártó Péterrel, Varga Mihállyal, Varga Judittal, Kocsis Mátéval, Gulyás Gergővel, mert megküzd, és ő akar fölülni a trónra, szerintem ő erre készül, és én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben neki komoly esélyei vannak. Tehát ha megnézzük azokat a politikusokat, akiket az előbb mondtam, azért ő az egyetlen egy olyan politikus a Fideszben, akit Orbán Viktor sem kiköpni, sem lenyelni nem tudott. És lehet, hogy száműzte őt, de szerintem Lázár János maga is számüzetésbe vonult, mert most jelen pillanatban ő tisztán tartja a karakterét. Hát ahonnan ő elindult annak idején Lázár János karaktere, emlékezzetek vissza a kormányinfókra. Hát egy év alatt onnantól ez ő volt az ember, aki tudja irányítani az országot. Ez már megvan neki, most emellé oda teszi még a vidéki ember arcát, és szerintem ezzel a brenddel fog visszatérni. Miért kéne készülni az Orbán Viktor utáni világra? Mert minden politikus előbb-utóbb megbukik, és Orbán Viktor is előbb-utóbb meg fog bukni, és én Lázár Jánosból kinézem azt, hogy ő készül erre a pillanatra. Az szerintem az egy nagyon nagy félreértés Lázártól, hogyha ez így van. Én egyébként nem nagyon... Csak az egy hipotézis. Lázártól, mert csomó, egyébként többször tartották már trónkövetelőnek, meg szürke eminenciásnak, meg mindenfélének tartották, de én szerintem ez egy annyira kihegyezett, Orbánra kihegyezett rendszer egyébként, most nem erre, hanem a Fidesz uralomra gondolok, hogy ez magával fogja rántani ezeket a lehetséges figurákat is, majd... De pont ezért van ő számüzetésben. Tehát erről beszélek, hogy amikor Orbán Viktor őt száműzte, akkor... igazán, bár teniszszövetségben, mit tett, de folyamatosan benne volt. Most van, az nem ég rá. Péter, ami most van, az nem ég rá. Ez egy nagyon fontos különbség közte, nincs mire, és az összes többi szereplő között, hogy az, amikor azt látjuk, hogy nem működik a járványkezelés, baj van a kórházakban, iskolákban, bárhol. Ez nem az ő ügye, ő azt tudja mondani, hogy elnézést kérek, én itt most egy kis csikót ellettem, én most egy tramtrain-t hoztam el Hódmezővásárhelytől Szegedre, ő most ezt reklámozza. Ő egyébként a reformkori gazda képét nyújtja, aki ugyan foglalkozik az ország nagy dolgaival, olyan elméletileg. De mégiscsak a kertjeit műveli, ugye? Tudjuk, hogy most kis, nem olyan nagyon nagy földet vásárol, de azért jelentőset, ahol előbb növénytermesztéssel, majd állattenyésztéssel fog foglalkozni. Ő egy szakember, nem szakember, most fogja kitanulni, meg hát nem ő fog vele foglalkozni, de az imidzsünk az, hogy ő foglalkozik az ország gondjával, a vállára veszi, de mégiscsak tart valami távolságot. És ide. Még én egyetlen dolgot hiányolok egyébként, ezt a figurát én szivarozgatással képzelem, és mint dohány ellenes kormány. Csörcsül könyvet adott ki. Hidd el, hogy erre a karakterre egyébként rezonálni fog a vidéki társadalom, eljön az ideje. Mondom, hogy nem. Én ezt a Lázár Jánostól vártam utoljára, ezt a nyilatkozatot, az az igazság. Én a Lázár Jánost egy sokkal nyugatosabb, sokkal polgárosultabb figurának. Nézd az Insta oldalát, nézd meg az Insta oldalát, Fobi. Az elmúlt éve. Valamiért úgy éreztem, hogy ő azért nem ez az, hogy mondjam, azerbajdzsáni diplomáciába igazodó figura, hanem ő azért egy ilyen atlantistább, nyugatosabb, polgárosultabb figura. Ez a nyilatkozat, ez nyílt hadüzenet a polgárosodásnak. Ugye a polgár az városi polgár. A polgárosodás az azt jelenti, hogy a város normáit a vidék átveszi. Hát de nem a feudalizálódás, ennek az ellenművelete, az meg azt jelenti, hogy a vidék normáit veszi át a város. Hát én ebben a nyilatkozatban egy feudalizálás szándékát látom. Robi, nem csak Budapest, és nem a polgárosodásért. Azt nagyon fontos látni, szerintem azt szúrják el sokan a fővárosi értelmiségiek, nem rád gondolok, hogy azt gondolják, hogy a város az Budapest, és minden, tehát hogy a Budapest piros látozatával után ott állunk mi népviseletbe, éneklünk a fonóba, és pödörjük a bajszunkat, miközben a debreceni Modemtől kezdve, a pécsi zsolnai negyeden át, a szegedi lézerközpontig, és egy csomó ilyet tudok mondani, ami a lehető legurbánusabb dolog Budapesten kívül. Amit a Lázár csinál, egyébként azt szerintem nem egyszerű, hogy mondjam, agrárparódia, hanem erről akar valamit mesélni. Mondom ezt úgy, hogy én ezt nem hiszem el neki. Lázatos bújtogatás és uszítás. Politika. Tudod, és a legrosszabb értelemben, tudod, és ő ezzel próbálja visszaédesgetni magát Orbán Viktornak a bizalmába, hogy több Orbánt, több Mészárost követel, és kijelenti, hogy Orbán örök, a Gábor szerint azzal a szándékkal, hogy hát nem lesz az. De hogy valójában megértette, hogy itt úgy kell
ízléstelenül és gátlástalanul hízelegni, hogy az embernek a pofája leszakadjon, és akkor előreléphet a rendszerben. Szerintem inkább tényleg arról van szó, hogy te látom, hogy valamennyire ezt ilyen Lázár öntörvényű történetnek tartod. Én azt látom, hogy a Fidesz kínálja fel a Lázárt, tehát hogy nekünk ilyenünk is van. Nekünk van egy olyan jövőképünk, amiben egy ilyen tényleg ilyen reformkori vagy kiegyezés utáni birtokos nemesi, mert azért ez nem a középkori feudalizmus, ez már egy modern feudalizmus, hitellel, bankokkal, gépesítéssel. Azért persze a béresek sorban állnak, amikor a nagyságos úr megjön a városból egyébként, és lemegy a vidéki kúriába, hogy megnézze az intéző rendesen intézi a birtokot. A jó gazda, a gondos gazda ezt a képet kínálja föl a Fidesz szerintem per pillanat, hogy ez is lehetséges, ez is egy alternatíva, amit mi kínálhatunk. Nem csak a TSZ elnök Orbán Viktorunk van nekünk, mert hát ő egy ilyen, még TSZ elnöknek is egy kicsit ilyen nem túl belül, inkább csak elmegy a meccsre, meg szotyolázik, ő azért nem foglalkozik ezeket, fölötte áll egyébként ennek a dolognak, hanem van a gondos gazda is. Megint más kérdés, hogy ez teljesen hazug dolog, de szerintem ez egy organikus. Viszont én vagyok most a gondos gazda, abban a szerepben, hogy lezárjam a mai műsort. Remélem, hogy szerették és élvezték, és szokás szerint találkozunk jövő héten pénteken este. Szép estét, viszontlátásra!